Így néz ki egy DEXAM nyelvvizsga szóbeli része. A vizsgarendszer változásait bemutató konferencián a szakembereknek eljátszották, hogy a gyakorlatban milyen is részt venni egy ilyen megmérettetésen. A tanulók kettesével ülnek a vizsgáztatók elé, és például az egyéni bemutatkozások mellett páros feladatokat is kapnak. Ennek az a célja, hogy az életközeli beszélgetési helyzet kialakításával a hétköznapokban is használható nyelvi képességeket vizsgálják a szakemberek. A DEXAM nyelvvizsga egy olyan speciális területet foglal magába, ami elsősorban azt mondhatjuk, hogy hallgató, barát. Tehát az az elsődleges célja, hogy arra koncentráljunk, hogy a gyerekek, akik eljönnek erre a nyelvvizsgára, valóban egy olyan nyelvtudással rendelkeznek-e, ami a való életben az a szükséges és a rendelkezésükre áll. Ezért nagyon szeretik a hallgatók, mert igazán ilyen életszerű szituációkat kell produkálni. Nagyon jók benne azok az elemek, amelyek a páros szituációkra vonatkoznak. Tehát igazából az volt ennek a DEXAM típusú nyelvvizsgának a létrehozásával az egyetem célja, hogy egy életközeli helyzetbe vigye el a hallgatókat, és a tanulás folyamán is arra ösztökélje őket, hogy ez az életközeli helyzet megoldása legyen a szemük előtt. A vizsgarendszerben számos változás történt, újítás például, hogy B2-es szinten az írásbeli feladatok, szövegértés és szövegalkotás részénél már lehet szótárat használni, és ezek után a Debreceni Egyetem Nyíregyházi karán is lehet majd vizsgázni. Augusztustól a OH oktatási hivatal határozata szerint a Debreceni Egyetem egészségügyi karának és megadta azt a jogosultságot, hogy a DEXAM vizsgahelye legyen. Ugye a DEXAM ez a Debrecen Egyetemnek a fejlesztése, több mint 10 éve működik az ország számos területén, mi pedig most nyitunk vizsgahelyként, úgyhogy ősszel a vizsgára jelentkezők, a nyíregyháziak már itt nálunk is tudnak vizsgát tenni. A DEXAM egyelőre csak angol nyelven érhető el, B1, B2 és C1 szinten, azonban tervezik a német tananyag és vizsgarendszer kifejlesztését is.